Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, de majd ezeket elmondja Bojki András. Azért azt elmondom, hogy Várjai Petra hegedül. Én pedig Bojki Sára vagyok, énekeltem és Csongorin játszottam. Az első dalunk egy bolgár népdal feldolgozása volt, Kaval Sviri címmel, vagy szövegkezdettel. Talán elhangzott annyiszor, hogy ezt már meg is jegyeztétek. És a következő darabról Petra mondasz egy szót? Én mondok két szót. Az a címe, hogy Circling Waves, vagyis körbe mozgó hullámok, és ez Petrának a saját szerzeménye lesz. Fogadják szeretettel. Azon gondolkoztam, jobb lett volna, hogyha ők maradnak, itt mindenkit beszélni, nem? Csoda szépen játszanak. Fogjuk még őket hallgatni. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntök mindenkit, aki érdeklődik a kultúra iránt. Én az Erkel Ferenc Kamarzenekar képviseletében vagyok most itt. Az Erkel Ferenc Kamarzenekar rövidítése itt látható mellettem, EFKZ. Tessék megtanulni, mert mi is ezt szoktuk mondani. Elég macerás kimondani azt, hogy Erkel Ferenc Kamarzenekar. Az EFKZ viszont jól gurul. Együttesünk 36 éve dolgozik rendületlenül együtt. Ez alatt az idő alatt nagyon sok tapasztalat, emberi, kapcsolati, művészi tőke felhalmozódott, és 3-4 évvel ezelőtt elkezdtünk azon gondolkozni, mi lenne, hogyha fölmelegítenénk ezt a dolgot itt Biatorbágyon.
Elmentünk az önkormányzatba, a polgármester úr és az ő közvetlen kollégáival együtt sokat dolgoztunk azon, hogy hogy lehetne ezt egy együttműködéssé varázsolni, és 2019-ben, még a Covid előtt úgy tűnt, hogy ez létre is fog jönni. Aztán a Covid keresztbe tett a koncertjeinknek, biztos emlékeztek rá, hogy sok online műsort adtunk, amit annyira nem szerettünk, de úgy, ahogy megígértük a városnak, ezeket a koncerteket is leadtuk. És a Covid után meglepve tapasztaltuk, hogy milyen nagy éhség van a zenére, a kultúrára és az EFKZ-ra itt Biatorbágyon. Sok teltházas koncertünk volt, és ez mindez olyan bátorsággal és örömmel töltött el bennünket, hogy a kezdeti titkos vágyunk, amit még az első megbeszélések alatt sokszor úgy emlegettünk Eszterrel, hogy nem csak koncerteket kell itt csinálni, hanem csinálunk művészeti fesztivált, EFKZ fesztivált. Hát, ahogy mondom, a Covid nem segítette ezt az ügyet, de ahogy itt látszódik a hátam mögött, ebben az esztendőben ez elérkezett, az EFKZ Művészeti Fesztivál, Villám Fesztivál, ami azt jelenti, hogy mától, 8-ától, 10-e estéig lezavarjuk az egészet. De olyan mennyiségű program van, hogy én ezt föl nem tudnám sorolni, ezt rábíztam Eszterre, hogy kicsit ő beszéljen erről. Volt lehetőségünk dönteni, hogy milyen produkciókat hozunk, és azt mondhatom, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy mennyiféle produkciót hoztunk most ide. Azt szeretnénk, hogyha a város örülne ennek a kis fesztiválnak, hogyha látogatottak lennének a programok, és nyilvánvalóan szeretnénk ezt jövőre is megrendezni. A fesztiválhoz és annak megrendezéséhez az önkormányzat támogatását bírjuk, és bár nem lehet itt Tarján István polgármester úr, de egy köszöntőt, üdvözletét küldte, és ezt majd föl is fogjuk olvasni. Mi neki köszönjük meg elsősorban, és az ő közvetlen munkatársainak, de így az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság hathatós támogatásának, a frakcióknak és a képviselő testületnek is, hiszen minden döntésük egyhangú volt és mellettünk, és a fesztivál mellett állt. Így lettünk aztán Biatorbágy hangja, visszük nevünkben Biatorbágy városának a hírét, hogy ne csak a Matuska Szilveszterről, hogy a Szilveszter jusson az eszébe a vidéki embereknek Biatorbágyról. Szeretnék köszönetet mondani Szádlári Marikának, aki itt a JFMK-nak az igazgatója. Nagyon köszönjük, hogy befogadtatok bennünket, és annyi sok segítséget adtatok. Az intézmény minden munkatársának külön szeretném megköszönni, és kitüntetett figyelemmel Fülöp Melindának, aki nem tudta, hogy mibe vágja a fejszéjét, de nagyon szépen köszönjük az eddig elvégzett munkádat is, azt is, ami most még rád vár ebben a 2,5 napban. Itt lesz 3 kiállítás, 2-ről tudtok, a 3. az titkos. Én ezt a 3. fogom elmondani. A zenekar koncertjein megszólítottuk a gyerekeket, hogy készítsenek rajzokat. Intuitív kis produkciók ezek. Ezeket a rajzokat mi összegyűjtöttük, és a Kisgombos vállalta, hogy ő lesz a kiállító helység. Úgyhogy aki kíváncsi a gyermekek rajzaira, sétáljon át, és nézze meg a Kisgombos kirakatát, gyönyörű rajzok vannak ott. Én azt hiszem, hogy elmondtam mindent, amit szerettem volna, és megkérem Lesták Bedő Esztert, a Művészeti Fesztivál és az Erkel Ferenc Kamarazenekar művészeti igazgatóját, vagy a vezetőjét. Szóljon pár szót. Először is el kell, hogy mondjam, hogy az előttem szóló Bojki András a fesztivál igazgatója, és ez egy nagyon fontos dolog, és itt nem a titulus a lényeg, hanem az elképesztő elszánás és rengeteg munka, amit ő beletesz ebbe a 2,5 napba, most már azt lehet mondani, hogy hónapok óta izzanak a messenger vonalak és a telefonvonalak, és tulajdonképpen csak amíg alszunk, addig nem tárgyalunk a különböző eseményekről. Hát ez így zajlik, és nagyon, neked is nagyon köszönöm, András, hogy ilyen hihetetlen összhangban tudunk ezen a dolgon dolgozni, mert ez nagyon sokat jelent. No, hát
Igen, azt hiszem az nagyon fontos, hogy mi 36 éve nem csak együtt játszunk, hanem barátok is vagyunk, és szeretjük egymást. És ez szerintem látszik, és hallatszik. Legalábbis többen mondták már, hogy ez tulajdonképpen ennek a zenekarnak a különlegessége. Mert nekünk ez nem munkahely, hanem minden alkalom egy ünnep, amikor együtt játszunk. És most ez a kitüntető szerencse adatot osztály részül, hogy most már tulajdonképpen több mint egy hete csak ezekkel a programokkal foglalkozunk, ezzel a három nagy koncerttel, ami minket érint, és most én hadd fűzzem e köré a három nagy koncert köré, tényleg el kell mondanom a programokat? Jó, akkor a három nagy koncertet említem, vagy a három esti koncertet, ahol a zenekar is megnyilvánul. Ma este a Szent Anna templomban lehet minket hallani, Kalavszki Adriána, szoprán énekesnő fogja Bach csodálatos 51-es kantátáját énekelni. Előtte egy Vivaldi kettős versenyt játszunk Lezsák Zsófi barátnőmmel, aki szintén 36 éve tagja a zenekarnak. És a koncert első műsorszáma pedig a híres, nevezetes harmadik brandenburgi verseny, amit oly sokat játszottunk ezzel ott a 36 év alatt, és amit mindannyian nagyon szeretünk természetesen. Tehát ez lesz a Szent Anna templomban, ma este 7:30-kor. Holnap este 7:30-kor Farkas Gábor, Liszt díjas zongoraművész barátunkkal, mondhatom így, lépünk fel itt a Faluház nagy termében. Gabival, hadd mondjam így, mert így szereti, ha szólítják, tehát Farkas Gabival 10 éve találkoztunk egy zenei fesztiválon. Sajnos nem játszottunk együtt, már mint ő meg én, de már akkor elhatároztuk, hogy szeretnénk együtt játszani, nem csak ketten, vagy triózni, vagy kvártetezni, hanem szeretném őt meghívni a zenekar szólistájának, és most eltelt 10 év, és ez megvalósulhat, és ezért nagyon boldogok vagyunk, mert ott is van egy ilyen nagyon erős emberi és zenei harmónia a kettőnk között. Gabi lesz a második szám ezen a koncerten, és Mozart Jupiter szimfóniáját játsszuk az első számként, amit biztos vagyok benne, hogy ez itt jelenlevőknek nem kell magyarázni. Ez Mozart utolsó szimfóniája, rengeteg fúvós van benne, teljesen be fogjuk népesíteni a színpadot, fantasztikusan fog szólni, és itt családban vagyunk. Hadd áruljam el, hogy nekem külön óriási öröm, hogy ez a darab végre egyszer úgy fog megszólalni, ahogy az nekem igazán kedves, és remélem, hogy a muzsikus kollégáimnak is kedves ez a fajta előadás. Annyi féleképpen halljuk, játsszuk nagy zenekarokban, és ez nekem borzasztó nagy öröm, hogy most a mi ha nem is életkor szerinti, de lelki frissességünkkel, fiatal lendületünkkel fogjuk előadni ezt a darabot. A harmadik koncert, ahol a zenekar teljes létszámban szerepel, az vasárnap este 8:00-kor lesz, szintén itt a Faluház nagytermében. Hát ez nekem egy álmom, ami megvalósul. Majd, hogyha eljönnek a koncertre, akkor ott részletesen elmesélem, hogy mi ennek az előzménye, hogy miért is lépünk mi egy színpadra a Kék Nyúl Soul zenekarral, mert hogy ők egy könnyű zenei együttes. Az az igazság, hogy be kell őket mutatni, mert egyáltalán nem olyan népszerűek, mint amennyire jók. Én beléjük szerettem egy 3 évvel ezelőtt, és most borzasztó boldog vagyok, hogy egy színpadon állhatunk velük, és csodálatos élmény együtt játszani a szomorú zenészeknek, a vidám zenészekkel, vagy a komoly zenészeknek, a könnyű zenészekkel. Nagyon, nagyon bájos ez az együttműködés, én úgy érzem, emberileg is és szakmailag is. Hát akkor haladjunk a többi dologgal is. Itt most, hogyha befejeztük a beszélgetést és a fesztiválnak az ismertetését, akkor Gergely Réka és Gilli Tamás Biatorbágyi szobrászművészek kiállítását lehet majd látni a kiállítóteremben. És most hadd mondjam el, kedves Réka és Tamás, nem a ti érdemeteket kisebbítve, hogy még 2 szobrászművész él a faluban, ugye tudtátok, mert én nem. Úgyhogy fantasztikusan gazdagok vagyunk művészemberekből, tehát nem csak az EFKZ fele él itt, hanem másik művészeti ágból is vannak jeles képviselők, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, és hadd áruljam el ezt a személyes dolgot, hogy hát mi egy telken nőttünk föl. És a kapcsolat nem innen van alapvetően, hanem most az egy városban lakás miatt van ez a lehetőség, hogy itt megnézhetjük a 10 szobraitokat is. Úgyhogy még egy ilyen kedves szál is van ebben a dologban. Hol is folytassam? Annyi a program, hogy nehéz. Fejből nem is megy.
a ma esti koncert után éjszaka azoknak, akik nem akarnak lefeküdni, aludni, hanem egy kis jazz session szeretnének hallgatni, este 9-kor Éles Gábor és barátai fognak muzsikálni itt a Chaplin kávézóban. Én az a helyzet, nem tudom fejből felsorolni Éles Gáboron kívül a barátait, de azt András integet, nem is kell, tessék eljönni, és meg lehet őket nézni, hallgatni. Nagyon helyes. Hogy a gyerekekre is gondoljunk, mert nagyon fontos, hogy ne csak a nagyon komoly helyzetekben találkozzanak a komoly zenével, mint amilyenek a mi koncertjeink. Lakatos György, Liszt díjas fagott művész fog egy mesés koncertet tartani nekik szombaton, vagyis holnap délelőtt 11 órakor itt a Faruház nagy termében. Természetesen a szülőket is várjuk nagy szeretettel. Tavaly óriási sikert aratott, amikor egy hirtelen ötlettől vezérelve, azt hiszem, hogy valamelyik koncertünket szerettük volna népszerűsíteni, valamelyik nyári koncertünket akartuk népszerűsíteni. Andrással és feleségével, Kálló Eszterrel kitaláltuk, hogy hárman meglepetésszerűen, rajtaütésszerűen körbejárjuk a cukrászdákat, néhány játszóteret, itt a Kisgombos mese volt előtti teret, és játszunk csak úgy, mindenféle különösebb hirdetés nélkül a cukrászda vendégeinek, a játszótéren játszó gyerekeknek, a szülőknek, akik ott vannak a gyermekeikkel. És nagyon nagy sikert aratott ez a dolog. Én bízom benne, hogy volt is, aki emiatt jött el a koncertünkre, mert ugye nagyon nehéz manapság, még a média által is nagyon nehéz eljutni az emberekhez, mert ömlik ránk az információ. Borzasztó nehéz megragadni azt, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, ami tetszik, és akkor aztán valóban azt a programot kiválasztani. Ez meg egy ilyen személyes dolog volt, és nagyon nagy sikere volt, úgyhogy ezen felbuzdulva idén most bemondtuk az egész zenekart, és 8 koncertet fogunk adni városszerte, és még a Pátyi Café Trévi cukrászdába is átmegyünk, majd elmondom, hogy miért. Ez holnap délután 3:30 és 4 körül lesz a Nikoletta cukrászdában, a Kemenes cukrászdában, segíts András, ha kihagyok valamit, az Olasz cukrászdában, az a La Veneta, az Andrész cukrászdában, a Kisgombos mese volt előtti játszótéren, a Főtéri játszótéren, a Lakópark alján lévő játszótérben és a Pátyi Trévi cukrászdában. 5 órakor az irodalomnak szentelünk egy 80 percet körülbelül. Festbaum Béla Karinti Kosztolányi estjét lehet itt a Faluházban megnézni. Énekelni is fog, és gitározni is, és egyedül fogja ezt a 80 percet kitölteni. Én magam is nagyon kíváncsi vagyok, nagyon szeretem, nagyon sokszor láttam már őt a Vígszínházban. Gondolom, ezzel önök is így vannak. Ezután következik a Süti Mustra nevű programunk. Én nagyon remélem, hogy az itt ülők közül is vannak hölgyek és esetleg urak, akik látták a felhívást, hogy meg lehet sütni ezt a bizonyos EFKZ szeletet, amit Pabulai Katalin hegedűművész barátnőnk kreált, ő találta ki, és a cukrászdákban lehet kapni. Nagyon finom, meggyes, nyári, könnyű, ugyan nem fagyi, de a megy miatt ez a savanykás íz, ez nagyon, nagyon passzol ehhez a néha kicsit hűvösebb, néha melegebb időjáráshoz. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy aki megsüti, hozzá, és kóstoljuk meg együtt. Nem verseny, mert mindenki ilyen nagyon finom lesz, ebben biztos vagyok. A lényeg az, hogy addig is az EFKZ-ra gondolunk, amíg ezt a finom sütit esszük. Az esti koncerten Farkas Gábor fogja játszani Beethoven zongora versenyét, és Bojki László Lélekszervíz című estjét, programját, lelki feltöltődést adó estjét lehet majd este 10 órától. 9:30-tól, bocsánat, nem látok. 9:30-tól, tehát 21 óra 30 perctől itt a Faluház nagy termében lesz ez is. És akkor ugorjunk a vasárnapra. Ez is András ötlete volt, mint a fesztivál programjainak a 80%-a, úgyhogy ezért is hálás köszönet neked. Egy
Ökumenikus Énekek a Békességért nevű programot hozott létre András, ahol a városban működő gyülekezetek, különböző felekezeteknek a lelkészei, tagjai, akinek kedve van hozzá, összegyűlnek egy kis éneklésre, gondolom valami beszélgetés is lesz majd benne, és tőlünk is csatlakozik ehhez a programhoz pár muzsikus, hogy ne csak az ének legyen ott, hanem hangszerek is részt vegyenek ebben a csodálatos programban. Nagyon nagy sikert aratott tavasszal a gyermekkoncert, amit a Pásztivál című jubileumát ünneplő zeneiskolai rendezvényen adtunk, és el kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus dolog a gyerekekkel együtt játszani. Tehát vannak fokozatok a zenei élményben, talán ez a legjobb, a gyerekekkel együtt játszani. Utána következnek a teljesen laza programok, mint ahogyan most Petra meg Sára is játszott. Tehát amikor nem egy ilyen meghirdetett koncert van, hanem lazán összeülünk, és akkor ilyen családiasan lehet muzsikálni. És persze a fantasztikus koncerteken játszani, a rendes koncerteken is nagyon jó játszani, vagy a megszokott formában is, de a gyerekekkel együtt játszani a próbákon is, ez egészen elképesztő élmény. Úgyhogy nagyon hálás vagyok azért, hogy itt ennyi szülő beíratja a gyermekét a zeneiskolákba, meg a gyerekeknek is hálás vagyok, hogy zenét szeretnének tanulni, meg Kálló Eszternek is, aki igazgatja a zeneiskolát, nagyon-nagyon ügyesen, fáradhatatlanul, és ez óriási élmény nekünk, hogy játszhatunk velük. Na, és ez a koncert lesz 17 óra 30 perckor a testvérgyülekezet Lomb utcai gyönyörű imaházában. Az esti koncert pedig a Kék Nyúl, amit már említettem, és nem lehetett ennél rövidebben elmondani az összes programot, elnézést, kicsit hosszúra sikerült. És akkor most következzen Tarján István polgármester úr levele? Akkor felolvasom. Tisztelt hölgyeim és uraim, zenét, művelő és kedvelő egybegyűltek. Öröm és egyben megtiszteltetés, hogy az Erkel Ferenc Kamarazenekar jóvoltából ezen a hétvégén megszületik Viatorbágy első, nevezzük bátran így, összművészeti fesztiválja, amelyben bár a zenéi a főszerep, de képzőművészeti, irodalmi, gasztronómiai és lelkiségi programoknak is részesei lehetünk. Közel 37 éve bizonyára nem gondolták volna a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola első évfolyamos hallgatói, hogy frissen alapított kamara együttesük így neves és nemes pályát fog befutni. Első jelentős sikerüket 1986-ban aratták, amikor első díjat nyertek a belga királyi család által megrendezett kamarazenekari versenyen. Azóta számos tekintetben meghatározó szereplői a hazai és nemzetközi zenei életnek. Olyan kiváló szólistákkal léptek fel, mint Berkes Kálmán, Drahos Béla, Erika Raum, Hadadi László, Jandó Jenő, Konrád György, Lencsés Lajos, Leonidas Kavakos, Nagy Péter, Perényi Miklós, Pauk György, Sas Szilvia, Szabadi Vilmos, Szenthelyi Miklós, Bárjon Dénes, Verebics Ibolya, Vukán György és még sokan mások. Szerencsénkre az ifjú zenészek életútjának egyik meghatározó helyszíne éppen településünk. A Bojki család, Bojki Eszter révén a kezdetektől kötődtek és kötődnek Biatorbágyhoz. Az együttes állandó tagjainak fele ma is városunkban él. 2020 óta pedig még szorosabbá vált a város és a zenekar kapcsolata, amióta az Erkel Ferenc Kamarazenekar Biatorbágy hangjaként viszi városunk jó hírnevét szerte a világba. Külön elismerést Lesták Bedő Eszternek, a zenekar koncertmesterének és Bojki Andrásnak, a művészeti fesztivál főszervezőinek, és természetesen minden zenésznek, rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik közreműködnek, szívükön viselik, vállukon hordják egy ilyen nagyszerű esemény előkészítésével járó minden feladatot. Kívánok minden résztvevőnek sok örömöt, mosolyt, boldogságot a zenéléshez és a zenehallgatáshoz egyaránt. Tarjáni István levelét olvastam föl. Mi következzen most, András? Nagyon szépen köszönjük, és ha van néhány jó szavat hozzánk, Marika, akkor megkérem, hogy most szólj a fesztiválról, vagy amit akarsz. Nem lehet más, csak jó szavam.
és tessenek megjegyezni, 2022. július 8-tól 10-ig. Ez az első, és ezután jön a többi. 2023, valahányadika, 2024 és a többi. Reméljük. És álomról volt szó. Hát igen, azt gondolom, hogy sokunknak van álma, és az a jó, amíg sokunknak van álma, és ezek az álmok néha körbejárják, illetve keresztezik egymást, és ennek az intézménynek a vezetőjeként nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az én álmom is már régóta ott van, meg a mi álmunk is már intézményi szinten is mondhatom, abban is régóta ott van, hogy csináljunk már egy fesztivált. Olyan sokan mondják nekünk, hogy milyen szép ez a ház, milyen különleges ez a Pászti és JFMK szimbiózis, mennyi haszna van ennek, és tényleg van haszna, még ha Bojki Eszter most mosolyog is, de ez a mosoly, én tudom, hogy azért van, mert sok együtt eltöltött és együtt szervezett ügyes-bajos dolgaink, meg nagyon-nagyon sok szép dolog köt minket össze, és azt gondolom valóban, hogy Biatorbágy egy különleges hely, ahogy András is mondta, meg Eszter is. Nem akarom ismételni, hiszen az előbb elhangzott, hogy hányféle, milyen emberek laknak itt. Én azt gondolom, hogy mindenki egyenként nagyon-nagyon különleges itt is, nem csak másút, és ezt a különlegességet nagyon jó egybefogni, és azt a színességet, ami Biatorbágyon egyre inkább felüti a fejét, és ettől tud összművészeti fesztivál lenni gyakorlatilag egy csettintésre, mert valóban nagyon sok munka van mögötte, de valljuk be, hogy a világ közepe vagyunk, hiszen minden itt van, és mindenki itt van, és bárhova nyúlunk, ha kell, akkor egy hete homokanimációt láttunk, és helyi embertől. Ha kell, akkor gyönyörű szobrok kerülnek abba a kiállító terembe, és bizony lehet, hogy nem csak négy, hanem még több szobrászművész is lakik Biatorbágyon. Ha kell, akkor ide fotók kerülnek, mert hogy ezeket az ellesett pillanatokat elég gyakran látjuk itt, hol ilyen, hol olyan rendezvény szempontjából, ami most Bojki Marci munkái vannak a falon, és nagyon köszönjük neki, úgy tudom, az első ilyen bemutatkozása, és ahogy egybeforog a zene, az irodalom, a képzőművészet, ezzel a gyönyörű épülettel, ami a régi viadukt vasútállomás, és az ahhoz rakott strukturalista jegyeket hordozó gyönyörű kiegészítő épületrész számomra mindig egy egészen különleges élményt ad, és az is, ahogy idén emlékezünk, idén van a Hantai Száz, Hantai Simon, a világ egyik legnagyobb festője, most legalábbis a képeit, tehát a Magyarországon valahelyett festőművészek között ugye a legdrágábban adják el. De itt van a szobra Juhász Ferencnek. Tehát olyan közegben élünk, ami már nagyon kívánta, hogy legyen nekünk egy fesztiválunk is. És én nagyon-nagyon nagy hálával köszönöm meg az Erkel Ferenc Karmazsa Zenekarnak, Andrásnak, Eszternek és mindenkinek, hogy ez a fesztivál most létrejött, és azt kívánom, hogy valóban legyen erő a következőre is, és hogy mindenki, aki Biatorbágyon lakik, és valamit hozzá tud venni ehhez a közösséghez, azt tegye meg, mert csak egymás hite, egymás ereje által épülhetünk. És ahogy ezek a szobrok ott a túlterembe, ami Gergely Réka és Gilli Tamás, akik szintén nem először állítanak ki itt ebben az épületben, mert 17-ben már volt kiállítás, amikor ide költöztek Biatorbágyra. Tehát ahogy az ő munkájukon a rend, a csend és az egység és a különbözőségnek a feloldása érződik, érezzük ezt meg, és élvezzük ezt a fesztivált a sokszínűségével, a lelkiségével, azzal a gazdagsággal, ami mind valahol innen nőtt ki, itt van, és a teremtő áldásával sugárzik tovább. És ezt kívánom az Erkel Ferenc Kamarazenekarnak is, hogy vigye Biatorbágy hangját, és minél többször hallassa Biatorbágy. Úgyhogy még egyszer köszönjük. Köszi szépen. Ilyesmiket akartam hallani.
Nagyon kedves vagy. Úgy illik, hogy beszéljünk pár szót a kiállítókról is. Azt kértem a Rékától, hogy a saját szobrairól, művészetéről és a Biator bácshoz való kötődéséről ő maga mondjon pár szót. Úgyhogy tiéd a mikrofon. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Először is szeretnénk megköszönni Bedő Eszternek és Bojki Andrásnak a meghívást, hogy részt vehetünk ezen a fesztiválon. Nagyon örülünk neki, hogy immár második alkalommal mutathatjuk be itt a szobrainkat. És hát 2017-ben, tehát most már 5 éve, majdnem 6 éve élünk itt, és azt érezzük, hogy egy rendkívül színes kulturális élete van ennek a városnak, és tényleg örülünk neki, hogy most ilyen formában is bekapcsolódhattunk ebbe. Rád bíznám. Köszönöm. Hát mi kevésbé vagyunk a szavak emberei, ezért is készítünk szobrokat, de megpróbáljuk összefoglalni a gondolatainkat. Mind a ketten a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végeztünk, ott szereztünk diplomát. Én ezt követően a Pécsi Tudomány Egyetemnek a művészeti karán szereztem még doktori fokozatot, és tulajdonképpen hát én azt hiszem, hogy nyilván az együtt töltött most már közös 15 évünk is, hát nagyon látszik szerintem a munkáinkon is, hogy alapvetően hasonló szellemiségben alkotunk. Ahogy már említettük korábban is, egy viszonylag letisztult, egyszerű formavilág az, ami jellemzi a munkáinkat. Különböző hatások értek minket a pályánk, illetve életünk során. Nekem nagyon meghatározó volt, hogy gyerekkoromban Japánban is járhattam, meg kint éltünk a családunkkal, és így szoros kapcsolatba kerültem a japán kultúrával, és ez így a munkásságomban is visszaköszön, nyilván az európai tradíciókkal együtt, és hát azt hiszem, hogy tőlem függetlenül is, meg talán részben miattam is, de Tamásra is nagy hatást gyakorolt így a japán esztétikai hagyomány. És ez a fajta szemlélődésre, hívás, elmélyülést segítő munkák, ezek részben kötődnek ehhez a japán világlátáshoz is. És én arra biztatok mindenkit, hogy mindenki induljon el a saját gondolati útján, miközben nézi ezeket a munkákat. Ezek nem olyan szobrok, amik nagyon konkrét narratív tartalmakat közvetítenek, inkább elvont és indirekt utalásokkal segítik a nézőt, hogy tényleg így a saját gondolati útját bejárva kerüljön közelebb ezekhez a munkákhoz. Igen, ehhez csatlakoznék, én is régóta próbálom megfogalmazni a saját szobraimat a nézők számára, és úgy próbáltam ezt magam számára megfogalmazni, hogy egy felületes vagy nem elég körültekintő szemlélő vagy néző számára a szobraink némának tűnhetnek, pedig nem azok, hanem jól nevelten hallgatnak, viszont a jól feltett kérdésekre szíves örömest válaszolnak, úgyhogy én kívánom mindenkinek és buzdítanék mindenkit arra, hogy ezeket a jó kérdéseket próbálja meg feltenni, mert szerintem tudnak jó válaszsal szolgálni ezek a műalkotások. Igen, tehát ez a fajta csendesség, amire utaltunk, ez sokkal inkább lehetőség, mint sem valamiféle hiány. Úgyhogy reméljük, hogy egy kicsit így a kortárs szobrászatot is közelebb tudjuk hozni Viadvar bátyhoz, és élvezettel tekinti meg mindenki a kiállítást. Köszönjük szépen! Rékáiknak nagyon megköszönöm a részletes bemutatkozást, és
Sok örömet és áldást kívánok nektek Biatorbágyon, és lássunk még sok szép szobrot tőletek. És most akkor hallgassuk tovább a szép muzsikát, mielőtt megtekintjük a kiállítást. Köszönjük szépen. Ez egy grúz népdal volt, mert ez egy grúz pengetős hangszer, ez a csonguri. És a következő dal pedig egy magyar népdal feldolgozása lesz, csak hogy olyan is legyen, amit biztos mindenki ért. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, én is nagy szeretettel köszöntök minket itt a koncertünk zárószáma előtt. A Hespáva után következik a Bartók román táncokból is ismert román tánc dallam, a hármas számon. Fogadjátok szeretettel! Ezzel a gyönyörű muzsikával és ezekkel a szép élményekkel, amikkel én gazdagodtam most ebben az elmúlt órában, útjára bocsátjuk akkor az EFKZ művészeti fesztiválját. Arra bíztatok mindenkit, hogy látogassátok a programokat, megéri. Mi nagy szeretettel készültünk, és ti is fogadjátok nagy szeretettel. Hivatalos kiállítás megnyitó is ez a mostani rendezvény. A szobor kiállításokon ugye leszokták leplezni a szobrokat, most majd úgy leplezzük le, hogy átmegyünk a kiállítóterembe, illetve lebontjuk ezt a paravánt, mert itt még el van rejtve Bojki Marcinak két gyönyörű fotója, csak azt nem akartuk itt a háttérben láttatni, úgyhogy majd itt mindjárt ezt is elbontjuk, és akkor nézzétek meg ezeket a képeket is, aztán nézzük meg a Rékáik gyönyörű szobor kiállítását, át lehet sétálni a Kisgomboshoz, megnézni a gyerekek műveit, és 7:30 találkozunk a lenti Szent Anna templomban, ahol barokk estet játszik az Erkel Ferenc kamazenekar. Köszönjük, hogy itt voltatok, viszontlátásra!